Strandlopásokkal kapcsolatban idén a múlt hétig bezárólag regisztrált bejelentés nem érkezett a rendőrséghez. Még nagyon a nyári szezon elején vagyunk, tájékoztatott dr. Vitális Ágnes rendőralezredes. Azonban tudjuk jól, hogy a zsúfolt strandok, az őrizetlenül hagyott táskák és strandfelszerelések kiváló alkalmat teremtenek a tolvajok számára, mondta a pécsi rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztály vezetője. Ilyenkor mi mindenképpen fölhívjuk a figyelmét azoknak, akik strandra mennek, akár szabad strand, akár fizetős, hogy semmiképpen az értékeiket ne hagyják őrizetlenül, bármi, amit elvisznek a strandra, az vagy kerüljön be egy ilyen értékmegőrző szekrénybe, vagy pedig a társaságból valaki mindig tartózkodjon ott az ő plédjükön, területükön, ahova lepakoltak, és ahol értékük van, és ne hagyják magára az értéket. Fölösleges dolgot ne vigyünk a strandra, csak azt, amire ott feltétlenül szükségünk lehet, hangsúlyozta a rendőr alezredes. A rendőrség ötleteket is ad pénzünk kisebb méretű értéktárgyaink megóvása érdekében. Mi figyelmeztetjük a felnőtteket is, a gyerekeket is. Egyébként vannak nagyon jó megoldások is erre, például a gyerekeknél, hogyha kapnak egy kis fagyipénzt, akkor lehet a nyakba akasztós ilyen kis vízálló tokokat kapni, már nagyon olcsó, amiben bele tudják tenni a kis pénzüket, illetve a felnőttek is bele tudják tenni a saját pénzüket, illetve vannak olyan megoldások még, vízálló tokok, egyebek, amivel azokat az eszközöket, amiket ők szeretnének maguknál tartani, azt akár a vízbe is be tudják vinni. De azért a legjobb az, hogyha nem visznek fölösleges értéket a strandra. A rendőrség nyomatékosan felhívja a figyelmet, értéket, mobiltelefont, pénztárcát nagyobb összeggel ne vigyünk magunkkal a vízpartra. Értéktárgyaink megóvása elsősorban saját feladatunk.